Arcmás rovatunk mai főszereplőjének, Bencsikné Kuruc Klárának életét, családja és munkája teszi teljessé. Klára egy építőipari nagyvállalatnál dolgozik közbeszerzési referensként, ezért is fontos számára a kellemes megjelenés, de gyermekkora óta zavarja a magassága és a testsúlya. A korom előre haladtával egyre nehezebben találom meg a fiatalos, de mégis modern stílust, azon kívül elég magas vagyok, és nagyon nehéz megtalálni ehhez a megfelelő ruhákat. Ha azt szeretném, hogy a magasságomat egy kicsit lenyomjam, akkor szélesítem magam. Ha pedig olyan ruhát vesz fel, ami karcsúsítja, akkor magasabbnak érzi magát, ezért magas sarkú cipőt sem visel szívesen. Ez egy ilyen ördögi kör, amiben ritkán találok megoldást, főleg így 50 felett. Klára átalakulásának első állomásán Hajas László kezeire bízta magát, de mielőtt belevágnánk az első tincsekbe, vessünk még egy pillantást főszereplőnkre, utána pedig indulhat az átalakítás. Hajas László szerint Klárának nagyon előnyös a tépet frufru. Picit kerek, hogy olcsak, nagyon fontos, hogy egy pár szállít kifele, egy megvalósítja ezt a rendezettséget. Klára hajának színe marad a régi. Kicsit átformázom, de hagyom ezt a fokozatosságot, mert ez kell ahhoz, hogy meg tudjam mozdulni utána a haj. Előkerül azonban az olló. Hajas László szerint ugyanis fontos, hogy a haj hossza és az arcformája arányos legyen. Hogy felfrissítse haját, tartást tudjon adni neki, valamint felvegye a harcot a párától begöndörödő tincsek ellen, Hajas László púdersprét javasol Klárának, így nap mint nap el tudja készíteni a frizuráját. Nagyon tetszik, végre nem egy beállított, hanem egy kócos, olyan igazán olyan, ahogy én szeretném. A hajkorona után jöhet az arc. Pásztor Krisztina egy vagány sminket álmodott meg Klárának. Mindenképpen szeretnék neked egy füstös szemet elkészíteni ma, egy kicsit hangsúlyosabbá tenni a szemsminketet. Én is fogom a szemöldöködet igazítani, formálni. Klára többnyire szemspirált és korrektort használ. Az alapozót nem szereti, mindig attól tart ugyanis, hogy nem tudja egyenesen elkenni az arcbőrén. Én is most neked egy lifting hatású, kicsit könnyedebb alapozót használok. Nem lesz egyáltalán maszkos hatása. Nagyon jók a gyöngyházas árnyalatú rúzsok, attól picit még duzzadtabbnak tűnik az aja. Új számomra, a szemhéjamat soha nem festettem ki, de tetszik nagyon. A rúzs is nagyon tetszik, nagyon szép visszafogott színe van, és tényleg úgy gondolom, hogy illik a hajszínemhez. Most már csak a gardrób frissítése maradt hátra. Kozma Rita profi stylist segítségével néhány új ruhadarab után nézünk. Mivel szeretnél egy picit alacsonyabbnak tűnni, ezért kerüld el a nagyon rövid felsőket, és mert azokkal hosszabbnak tűnik a combod, inkább válasz helyettük kicsit hosszabb toppokat. Klára több szettet is felpróbál. Nagyon szereti a mintás fiatalos darabokat. A szakember szerint Klára inkább olyan felsőket válaszol, ami kihangsúlyozza az alakját, de nem elasztikus, így nem tapad a testére. A magasított derékszabású szoknyák és nadrágok kifejezetten előnyösek számára, mert karcsúbbnak tűnik ezekben a dereka. A mell alatt húzott kígyómintás vagány felső pedig eltünteti a problémás zónákat, és gyönyörű dekoltást varázsol. A ruhám az teljesen távol áll tőlem, vagy legalábbis az eddigi stílusomtól, sőt, a színében, formájában, mindenben, de tetszik, és lehet, hogy megbarátkozom ezzel a stílussal, mert itt olyan tanácsokat kaptam, és azt hiszem, hogy ha tükörben nézek, akkor el kell, hogy fogadjam. Lenyomja a magasságomat ez a fajta ruhahoz. A szépségért meg kell szenvedni, tartja a mondás. A hosszú nap után azonban egy egészen más külső tekint vissza ránk. Ugye emlékeznek még, ilyen volt és ilyen lett.